Azt sem tudom, mikor láttam utoljára ilyen szépség. Semmi kedvem nincs fellépni ma este, és nyugodtan elhiheted, nem csak azért, hogy elrontsam Pepit a buliját. Kérlek, ne légy rám érges, inkább gondolj arra, hogy ez milyen jót tesz az üzletnek. Nem, Páncsita! Pepita az égvilágon mindent betesz azért, hogy mutogathassa magát, és kihasználja azt, hogy most ő vezeti ezt a bárt. És ezzel mi a baj? Nézd csak ki, tele van a bár, és ez egy jó dolog. Pepita most csak a munkáját végzi. Igen, de túlzásba viszi, nem érted? Egész este csak ő énekel, mintha más nem is létezne. Bizonyára csupán tetszeni akar a barátjának. A barátjának? Páncsita! Milyen barátjáról beszélsz? Jaj, te nem is tudtad, hogy van egy rajongója. Ő is itt van ma este, és én majd belehalok, hogy láthassam. Olyan közönséges lehet, mint Pepita. Jaj, szerintem várja, míg meglátod őt. Talán nem is olyan rossz, mint ahogy hiszed. Jaj, kérlek, menjünk és nézzük meg őt. Menjünk már, gyere! Gyere! Tűnj már el az utamból! Vajon az a férfi a barátja? Ígyunk az én dráv és csodálatos Pepitámra! Hát ez nagyon vicces! És ha valami rossz történik? Isten ments, és nagyapa erős, mint egy bika, de már ő sem fiatal. És tényleg csak úgy megszökött itthonról. Igen, de nagypapa mindig be van zárva ebbe a házba, Norma. Ő is megérdemli, hogy szórakozzon. Jól van, és mi van azzal a nővel? Mi van, ha nem is ő vitt el, hanem ismeretlenek? Jól van, elég. Kérlek, ne szaladj ennyire előre. Mi van anyával, Jimena? Megnyugodott már? Nem. Ki és beszaladgál, mint aki megőrült. Most mit tegyünk? Rendben van, akkor vigyük el anyát a bárba, hogy mindent tisztázzunk. Emlékszel, hogy kell eljutni oda? Eléggé rég volt, amikor Leandro elvitt oda minket, de azért megpróbálhatnánk. De örülök, hogy végre elértelek, Fernando. Kérlek, gyere át, mert óriási gondom van az apámmal. Nem, az a helyzet, hogy nincs itthon. Pontosan ez a probléma, elment itthonról. És biztos, hogy megszökött azzal a Pepitával, aki a bárban énekel. El kell vinned engem oda, hogy megkeressem és hazahozzam. Haj, Fernando, kérlek, most ne mondj nemet. Köszönöm, és gyere, ahogy csak tudsz. Anya, úgy döntöttünk, hogy segítünk neked megkeresni nagyapát. Indulhatunk, ha akarod. Az ajánlatotok túl későn érkezett. Beszéltem Fernandoval, és eljön. Milyen szerencse, hogy legalább ő mindig készségesen segít nekem. Ugyanis az a helyzet, hogy egyik őtökre sem számíthatok. Mondjátok meg nekem, kedves kéim, mit gondoltok a barátomról, a tábornokról? Áruljátok el, nem ő a legédesebb férfi az egész bárban. Ezek a lányok édesebbek, és ráadásul... Micsoda gyönyörű testük van. Az ilyen nőkét megőrülnek a férfiak. És nem csak remek testük van, Martin Szító, de elképesztően tehetségesek is. Például Páncsita, gyere ide, gyere. Ő itt Páncsita, bár legcsintalanabb énekesnője. És ő pedig Rosario Montes, aki nem más, mint az általa bár legtündöklőbb csillaga és fő attrakciója.
Szóval maga a híres Rosario Montes? Sokat hallottam már magácskáról, azonban el kell, hogy mondjam. Maga kisasszony százszor szebb annál, mint ahogy elképzeltem. Uram, maga valóban egy tábornok? Tábornok voltam. És büszkén állíthatom, hogy még mindig az vagyok. Martín Acevedo. A szolgálatára állok. Amiben csak akarja. Jól van, elég legyen már. Elég legyen. Martin, Norma Elizondo nagyapja, aki ráadásul nem más, mint ami Fernanditónk volt felesége. Komolyan? Ez hihetetlen. És mit csinál ma este itt, Martin? Szórakozom, szépséges hölgy. Nincs meg hozzá a jogom, ha? Dehogy nincs, és nagyon örülök, hogy eljött ide. Én is örülök, és el kell, hogy mondjam, maga egy igazán szimpatikus ember. Maga is szimpatikus. Így jön velem egyet, szépségem. Peta, egyszerűen imádom a barátodat. És azt hiszem, ma estére az enyém lesz, mert annyira kedvelem őt. Ő az egyetlen jó dolog az életemben, amióta ismerlek. Emberek, énekelek! És ennek az úrnak küldöm a dalt. Csirió! Csirió! Ezen ne ígyunk! Rosárióra! Anya! Anya, kérlek, légy nagyon óvatos azon a helyen. Nagyon szépen kérlek, hogy ne veszekedj, és ne kiabálj nagyapával. Te inkább ne menj be oda, majd Fernando elintézi. Tudom, hogy mit csinálok, és nem kértem ki a véleményeteket. Anya, kérlek szépen, legalább hagyd, hogy veled menjek. Ti mindannyian itt maradtok. Fernando tökéletesen alkalmas rá, hogy kezelje ezt a helyzetet. Most már semmit sem tehetünk. Reméljük, hogy nem lesz baj. Norma, ne ácsorogj, gyere be! Hidd el, hogy az égvilágon nincs semmi, amit tehetnél. Gyere be! Nem, nem megyek, mert úgysem tudnék aludni. Jimena, vigyáznátok Juan Davidra, amíg én elmegyek egy időre. Az ég szerelmére. Ugye nem akarsz anyáik után menni? Jaj, nem, dehogy is, csak egy kis friss levegőre van szükségem. Jó, mindjárt jövök. Akkor tisztázzuk, Gabriela, hogy most nem akarok bajt a lányaiddal, Don Martinnal pedig még kevésbé. És ezt is csupán azért teszem, hogy segítsek neked. Tudom, Fernando, és nagyon hálás vagyok. Azonban kihez máshoz fordulhattam volna ebben a borzalmas helyzetben? Pepita ezúttal szörnyen felbosszantott engem. Hogy képes arra, hogy ilyesmiket tegyen? Talán fel kéne jelentenem őt. Hogy juthat az eszébe, hogy egy öreg férfit elvigyen a házából? Ezért büntetést érdemel. Egyetértenék veled, Gabriela, ha nem Don Martinról beszélnénk. De te is tudod, milyen. Remélem, haza tudjuk hozni komolyabb veszekedés nélkül. Ha szükséges, akár ki is vonszolom onnan. Nem fogom megengedni, hogy ott maradjon. Nem tudom, hogy mi baja van az apámnak. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt velem. Pedig enélkül is éppen elég problémám van. Aj, apa, miért kell ilyesmiket tenned velem? Nem kell aggódnotok, fiúk, részemről nincsen ám harag. Tulajdonképpen nagyon is kedvelünk titeket. Milyen szerencse, hogy végül is mégiscsak jól sült el ez a komoly helyzet. Nem volt verekedés, és a család ismét összejött. A lányunk ostoba tervei felidegesítenek.
Így biztosan sohasem fog férjet találni magának. És persze neki olyan nehezen megszerezhető férfi kell, mint amilyen Juan Reyes. Jaj, pedig mennyi férfi heverhetne a lábai előtt, ha ő is akarná. Édes Istenem, vajon hogy fog végződni számára ez a megszállottság Juan Reyes iránt? És hogy fog ez végződni a számunkra? Nem kéne belerángatni a minket is a terveibe? Kértek egy italt? Nem, nem, köszönöm, kicsim. Mondd, Dinóra már elment lefeküdni? Nem, már egy ideje elment innen. Szörnyű kedve kerekedett a vendégség alatt. Mindjárt jövök. Mindjárt. Ízlik? Túl erős, nem? Nem. Persze. Azt hiszem, hozok még. Dinóra! Dinóra! Most meg vajon hová mehetett az a csökönyös lány? Segíthetek? Juant keresem. Bocsásson meg, de ilyenkor már túl késő van a látogatáshoz. Ez az ő hibája. Megígérte, hogy ma este eljön hozzánk, de nem tette. Megkeresem őt. Hova akar menni? Nincs odabent. Tényleg? Ne legyen udvariatlan velem, és ne hazudjon nekem. Nem hazudok. Don Juan most tényleg nincs a házban. Az istállóknál van a lovakkal. Nem tudom biztosan. Kisasszony! Kisasszony! Juan! Juan! Aj, ez a nő kész rémálom. A fiam. Jaj, de gyönyörű vagy. Juan! Te meg mit keresel itt? Ugyanezt kérdezem tőled. Te mit keresel itt, amikor nálam kéne lenned? Hogy lehettél ennyire udvariatlan velem? Komolyan mondod, hogy itt van az a boszorkány? Egyetlen szó nélkül eljött ide, és dühös volt. Most is Juant keresi valahol. De mégis mi járhat annak a nőnek az eszében? Hát nem tudja békén hagyni azt a szerencsétlen embert. Tudtam. Tudtam, hogy nem fog működni Oscar és Franco nagy terve. Ez a nő nem nyugszik bele az ilyesmibe. Ja, Istenem. Bárcsak megleckéztethetném azt az ármányos és aljas viperát, egész biztosan beledöngölném őt a földbe. Mit fogunk most tenni? Fogalmam sincs. Ez a nő bizonyára botrányt fog csapni itt. És még valaki érkezett ide? Minden bizonnyal Oscar és Franco. Hála az égnek. Ja, az ég szerelmére, ez nem lehet, Donya Norma az! Mit fogunk tenni? Nekem nincs ötletem. Én sem tudom, de az biztos, hogy most még rosszabb a helyzet. Éva, menjek be? Ne! Meglepődtél, hogy ilyenkor jöttem? Úgy tűnik. Igen, nagyon, nagyon meglepődtem. Nem vártuk magát ilyen későn. Történt valami, hogy ide jött? Sajnálom, hogy csak betoppantam. De muszáj lenne beszélnem Juannal. Látnom kell őt.